Sziasztok! A mai videóban zöldséggel töltött csirke mellett fogunk készíteni a nagymamával, MCT olajjal. Az MCT olajat nagy szeretettel ajánlom minden diétázónak és azoknak az embereknek, akik egy kis erőt szeretnének plusz kalóriák bevitele nélkül, mert ennek az olajnak a kalória tartalmával nem kell foglalkoznod, amikor diétázol, szóval számolatlan mennyiségben eheted, és ezekhez az ételekhez is kiváló, és egyébként édességekhez is lehet használni. Szóval nézzük meg, hogy lehet megcsinálni ezt a nagyon egyszerű egyébként csirkemell receptet, úgyhogy tudjuk, hogy azért, hogyha hosszú távon diétázunk, abban jó sok zöldség, jó sok csirkemell van, hogyha nem akarjuk unni, az ezért jó, hogyha ezt variáljuk. Nézzük a nagymama mit talált ki. Itt látod a hozzávalókat, tehát ez egy tavaszi étel, úgyhogy a friss tavaszi zöldségekkel a legfinomabb. Persze a nagymama nagyon sietett az elkészítéssel, nem látszik, de majd mindjárt összekeveri, hogy az összes hozzávalót lényegében összekeverjük, a tejfölt, a sajtot, a répát, a petrezselyemzöldet és a póréhagymát, és ezt fogjuk töltelékként a csirkemellbe bele rakni, tehát csak simán össze kell keverni az egészet. Közben előkészülünk a csirkemellek kiklofolásához, mert ugye a csirkemelleket föl kell majd tekernünk. Hogyha egy ilyen letakaró zacskó alatt kloffolod a húst, akkor nem fröcsög szanaszét, szóval ez egy praktikus megoldás, tehát szép vékonyakra kikloffoljuk a csirkemelleket. Sózzuk, borsózzuk őket, természetesen ha más fűszert szeretsz, azt is tehetsz rá. És akkor rendkívül egyszerű módon továbbá megtöltjük ezeket a csirkemelleket, és egyszerűen csak fölcsavarjuk őket, és sütőpapírral bérelt tepsibe tesszük szépen a kis csirkemelt rolóinkat. B megoldásként a sütőpapír helyett lehet PAM olajsprét is használni a sütő befújásához, a tepsi befújásához, mert az is nulla kalória, szóval tudod használni azt is. Ha marad még töltelék, azt is ráhalmozzuk a csirkemellekre, azt is megsütjük. Ez a lépés kihagyható, a maradék tejfölt, maradék reszelt sajttal összekevered, és ezt befűszerezve szintén rá lehet kenni a csirkemell tetejére. Ezután már csak előmelegített sütőben megsütjük, és én salátával szoktam enni, a salátát szoktam alaposan meglocsolni MCT olajjal. Menzsd el ezt a receptet magadnak, mert jó lesz későbbre.